Császár Ilonka néni vagyok Petesházáról. Kútba születtem, egy nagy aranyos kis faluba. Hárman voltunk testvérő, körülött mindenszön buzát kell nézni, hogy hová teszed le, meg minden. Úgyhogy, de különben nagyon jó helyen volt, nagyon jó szüleim voltak, nagyon jó testvérők voltunk. Aztán mindig a humor tartott, az ének is, a dalozás, a társaság. Szerettem táncolni mindenhová, mindjárt az én zenét hallottam. A Fumut, eztán van, amikor a lakodalom más napjánra sütötték, és a zenészek felöltöztek valami. Kiklint vettek rá, öreg asszony, ruhák alsó, nem, és felöltözött papnak, felállott a székre, és elmondta ezt a szép mondukát, aztán vitték a bábasszony meg maga. Köröszmama a gyereköt, köröztünye. Ja, de kérdezte a pap, hogy mit hoztatok? Azt mondja, gyereköt. Ja, de mi az? Kislány vagy fiú? Ők nem tudják. Aztán hát azért az úgy köröszültem meg, hogy megszentülte az egész vendéget valami fazikbú, vitte a vizet. Fumult tépnyi körülött szélen, hogy mindenkinek kerüljön belőle. Még gyorsan megönni, hogy a gyerek előbb tud beszélni. Ha töltelékkel, azért az el kell fogyasztani, mert azért az elromlik másképp. 20 dek a mákkör, 20 dek a dió, aztán meg 20 dek a mazsola, vagy nem tudom mi. Ez nagyon finom, még finom tésztáját kell csinálni. Megtanultam a nagynénimtől, az mutattam meg, hogyan kell csinálni. És akkor ezt már akárhová több helyi voltam a lakodalomban, meg segíteniben, akkor megpróbáltuk, hát azért valahogyan mink is, hogy... '93 éves a Vidak Ilonka néni azt csinálta a legelsőbe Petesházán. És akkor annak a... attól is valamit megpróbáltam tanulni. Aztán ez így jött, így akkor én is megpróbáltam, de hát nincs ki utánam itt csinálnája. Nem, lehet, hogy van, de én nem ismerem. Hát aztán jó étvágyot hozzá.